A magyar irodalomban régóta élő gondolat, hogy Európa magára hagyta a magyar királyságot a Mohácsi csata pillanatában. A kérdés tisztánlátása érdekében három dologgal kell tisztában lennünk. Az egyik az, hogy Európa ebben az időben rendkívül megosztott volt, zajlott egy hatalmas itáliai háború a Habsburg és Valois uralkodói dinasztiák között, Angliában belpolitikai válság súlyosbította az életet, míg Velence egyre inkább az oszmán birodalom érdekkörébe került. A magyar királyság tehát külpolitikailag egyre inkább elszigetelődött az 1520-as évekre. A másik dolog, amiben tisztán kell látnunk, az az, hogy az oszmán külpolitika rendkívül jól álcázta a céljait, és a magyar királyság maradék szövetségeseit is leválasztotta a budai király udvarról 1526 előtt. Ez történt a lengyel királysággal, amellyel külön szerződést kötött, így Mohácsnál a magyar királyság dinasztikus okokból magára maradt. Azonban, hogyha a hadsereg összetételét nézzük, akkor világosan látszik, hogy itt egy nemzetközi koalíció sórakozott fel a magyar király zászlaja alatt, hiszen morvák, sziléziaiak, csehek, lengyelek, horvátok, szerbek, németek, osztrákok azok, akik összesereglettek Közép-Európa minden tájáról, hogy fölvegyék a küzdelmet a hatalmas túlerővel szemben.